közeli világ, a lehajtott fejűek, a csüngő vállú a karasznyi világa. A félig kinyírt tenyerek, bőrkeményedések, kaszanyére szabott csontok és inak magánya. Virrad. Küszöbömre tétóva fények ülnek. Ahonnan elindultam, ahova elértem, az utak, melyeket végigjártam, a perc, amelyben rád találtam, itt kavarog az ablakkeretben. Az Isten tudja, hányaszor teszem meg már ezt az utat Köbölk út és Búcs között, és úgy tűnik, hogy nem csak ez az út, de már most a Kassától hazavezető út is, bár kilométerében egy centit se változott, de egyre hosszabbnak érzem. És hát ez az út, amin most megyünk hazafelé, ennek azért történelme is van. Az elmúlt századnak a közepén ezen az úton hurcolták el a falum népét. Egyrészt a párizsi békeszerződésben, a lakosságcsere egyezmény keretében, másrészt pedig a csehországi deportációk idején, és megesett az is, hogy mielőtt vitték volna az embereket, előtte való nap hófúvás kerekedett, és az emberekkel eltakarították a havat, aztán úgy jöttek be, értük a teherautók. Mindjárt most már a búcsi határhoz érünk itt, ez az akácsor. Ez valamikor egy tó volt. Úgy hívták, hogy Bígató. Nekem azért emlékezetes hely, mert apámmal ide jártunk vadlibára vadászni annak idején, amikor még megvolt a tó, és amikor még jártak erre vadlibák is. A szülőfalum határa itt kezdődik, most érünk át. És hát innentől kezdve igaziból otthon is vagyok. Valamikor régen itt ezt az utat gyönyörű, szép megyfasor szegélyezte, és amikor a megyfák virítottak, olyan voltak, mint a óriási hólabdákkal volna körbe rakó az út. Sajnos ez a része annak is elpusztult, mint annyi más erről a tájról. De bennem ezek az egykori tájélmények megmaradtak. Én elég korán elkerültem innen, úgyhogy nem tudom azt összehasonlítani azzal, ami jelenben van, mert teljesen másként élem meg az ilyenkori hazautazást, mint amikor elindultunk ki a faluból erre gyalog, és itt voltunk otthon. Ez az otthon tudat is egészen más, mert a szülőföld az ember nem választja, nem választhatja. A lakóhelyét pedig igen. Na most ez a különbség, a tudatos választás. Egyenest megyünk Imre. Mert végül is az ember élményvilágának az alapjai az az első 10-15 év, amit a szülői táj ad neki, és szülői közösség, és ez az én számomra alapvetően döntő volt, az maradt, és azt hiszem, hogy amíg lélegezni tudok, addig ez így is marad. Mink itt laktunk mindig, én itt születtem. Ők még itt laktak, és hogy itt keresztül a úton, amikor tudott járni, jött én hozzám játszani. Dajkáltam sokat. Hát még én sem voltam olyan, hogy 8-9 éves voltam. Ez borzaszt ordítós gyerek volt. Nappa. Ilyen is. Sokszor gyűjt a édesanyád este, gyere át, mert a Sanyi nem akar aludni. Piros baritsapkán volt, a fejemre tettem, meglátott a ablakon, abba hagyt az orrítás. Örült a piros sapkának, mert tudta, hogy én megyek. Engem nagyon szeretett akkor, hát nem tudom most menni. Azóta is. Azóta is, a Krikán. Hát igen.
Valamikor 70 évvel ezelőtt lényegében minden itt kezdődött. Ezen a telken állt egy ház, ami déd nagyanyámé volt. Szüleim ide költöztek, miután összeházasodtak. Ez az épület egy náttetős, vert falu vályokház volt, ami nem egész egy éves koromban, 1938-as nagy tűz idején porrá égett. Ez a kút, ami mögöttem van, már akkor is megvolt, és engem a házból ide mentettek, akkor itt egy szilvafa állt. Ugye a nagy tűz után apám még építettek ide egy másik szobakonyhás házat, az már téglából volt, de hát mi eléggé szegények voltunk, annyira futotta csak, hogy a konyhát belülről bevakolták, de a szoba meg a külseje az épületnek az vakolatlan maradt. Most abban a konyhában laktunk akkor négyen, aztán 43-ban, amikor a Vilma húgom megszületett, akkor már öten. Ebbe a házba ért bennünket a második világháború. Írói munkámnak, emberi és eszmélkedési időmnek ez volt az egyik legdöntőbb szakasza, mert amikor Budapestet a szovjet egységek bekerítették, ennek a bekerítési vonalnak a külseje itt volt nálunk. Búcson voltak a szovjet csapatok, Dunamocson 5 kilométerre tőlünk a németek, és a mocsolyák vonalában volt az első vonal. Na most egy 7-8 éves gyereknek a legiszonyúbb élményei közé tartozhat az, amikor először találkozik a halállal. Az etel előbb elmondta, hogy engem ő itt dajkált. De velem volt a padláson, amikor fölhúztuk a cserepet, és ketten néztük a padlásról ezt a háborút. Ugye a németek menekültek, és itt, ahol az a bácsi most jön, itt egy sebesült szállító autó megállt, vagy 15 német sebesült katonával, és amikor a falu végéről az oroszok befordultak, a tank az első lövésére ellőtte fejünk fölül a tetőt. Amikor a szovjet rohamegységek első csapata ideértek, ezeket a sebesülteket kihömpölgették ebből a vöröskeresztes szállítókocsiból, és ahogy kirakták a kocsiból, úgy lődözték agyon mindannyiukat. De itt állt egy katyusa az udvarunkban. Ott egy T-34-es tank az etelékénél. És minden, a németek minden délután 6 és 7 között lőtték a falut. Volt egy kis istálónk, agyon lőtték a lovunkot. Volt egy pince az istáló alatt. Oda mentünk be éjszakára, vagy este a ágyúzás előtt, egyszer betaláltak bennünket, elkezdtünk égni. Ma is emlékszem, hogy a Vilma húgom, aki másfél éves volt akkor, alig tudott beszélni, és amiben apám mótotta a dunnák között tüzet, meg minden, ami égett, hogy aplikán vidágy, annyit tudott még csak mondani. Majdnem ott égtünk. Akkor a konyhába a fal mellé ásott a papa egy nagy gödröt, aztán az éjszakákat, az estéket ott aludtunk. Ma is, ha erre gondolok, akkor mindig érzem, hogy a krumpli nyomja a hátamat, mert ugye krumpli volt még akkor is, azon aludtunk. Az egésznek a lényege így elmondva nem sokat jelent, de ha az ember ennek a közösségnek, ennek a kis térségnek a gondját mondja csak, amit most összefogtam, az már egy egész írói életműnek az alapja lehet. De itt ennél sokkal több és sokkal másabb dolgok is történtek. Nyilvánvaló, hogy az embernek a legelsődleges élményei azok mindig a legdöntőbbek. Na most, ha egy 8-10 éves gyereknek a legelsődleges élménye egy ilyen háború, ahol itt búcson több száz katona meghalt. Ide voltak eltemetve. A Párkányi szovjet temetőnek a nagy része innen való, meg a garami áttörésből. De ha arra gondolok, hogy itt a konyhánkban 15-20 orosz aludt éjszaka szalmán, és akkor éjszaka kimentek, és akkor csak 6 vagy 7 jött vissza belőle, akkor nyilvánvaló, hogy az ember elkezd gondolkodni még kiskorában is ezen, vagy gyerekként is ezen, hogy hogy van, hogy van, aki nem jön vissza. Ezeket a traumákat az embernek nem csak a tudatában, az ösztönebben is valamilyen módon föl kell dolgozni.
És amikor az egyről, az egy ember sorsáról és az egészről, a közösség sorsáról kezdtem már gondolkodni később, akkor óhatatlanul mindez előjött. Akaratlanul, ha nem gondoltam rá, akkor is bennem volt és velem volt, és később törvényszerűen ezt valamilyen módon kompenzálni kellett, és ez az én számra az írás volt az egyetlen dolog, ami föloldhatta mindezt, legalábbis részben, mert teljes egészében ez föloldhatatlan. A jogfosztottság, a kitelepítések, a lakosságcsere. Ebből egy nagy rész a verseimbe is bekerült már a korábbi időkben, a 60-as években elsősorban, és főleg a novelláimban, mert ezekről az évekről a novelláim, az első osztályú magántól kezdve az ítélet időig, a családi krónikán keresztül ezek az emlékek, élmények, persze nem oly módon, ahogy itt történtek, hanem hát ugye az irodalomnak a sajátos lehetősége és műfai keretein belül, de megjelenítődtek. Betakar szelíden, sietség nélkül, indul vizeivel, új éggé kékül, kiteríti magát látásra elém, menyasszon szépségét nézi a legény. Virágzik és terem, napját növeszti, ékes éjszakában magát veszejti. Könny és nevetés közt árad az idő, jusson fejfasorként nyomomban kinő. Messzeségek árnyán ezer év magány, szellőkél a folyón, csillagsugarán, s indul vizeivel, mélységgé békül, betakar szelíden, sietség nélkül. '43. szeptemberében itt kezdtem iskolába járni, egy egész hónapig voltam elsős, akkor a tanítómot kivitték a frontra, és a helyébe ide német híradós katonák jöttek. Majd amikor a híradósok elmentek, akkor ebből az épületből zsidó gettót csináltak, és ugye elmondtam már néhány hátborzó hangolatú élményemet, de arról, amit itt gyerekként láttam, hogy emberek más embereket hogyan kínozhatnak, hogyan lehet tönkrenyomorítani békaügetésbe embereket, akinek a hátizsákjába féltéglákot raknak, azt ebben az udvarban egy iskolához teljesen méltatlan környezetben láthattam gyerekként, is itt laktunk az iskola utcától nem messzire. A szovjet hadsereg ezt az iskolát lóistálónak használta. És amikor vége lett a háborúnak, szülőfalum népe ezt a lóistálót kitakarította, és ma is emlékszem rá, hogy nem volt ma egyetlen pad sem, meg szék sem, meg katedra se, és a padlót fölkenték vastag olajjal, de még az olajon is átszürem lett a lótrágyának a bűze, az ammóniáknak az illata. És egyetlen rektor tanítom volt csak, Nagy Lajos rektor úr, nagyon szép férfi ember volt, fehér bajúszal, úgy tanított bennünket itt az ABC-re, hogy 80-an álltunk bent az osztályba, ő meg szembe velünk. És amikor újra tanulhattunk volna, akkor a Kassai kormányprogramnak a 8. paragrafusa szerint ugye nem csak jogfosztottak lettünk, de minden intézményünket bezárták, és ezt a mi iskolánkot is a szószoros értelmébe beszögezték. Úgy 47 táján újra ugyanebben az iskolába kellett járnom, akkor szlovák tanítóim voltak. Leírom ezeket az abszurditásokat, hogy miként élhetett meg egy közösség, egy ilyen kis magyar közösség, vagy gyereksereg, ilyen abszolút, amikor nem az anyanyelvén tanulhatott,
És ez egészen az 50-es évek elejéig így tartott. Akkor ez az Öreghegyi vagy az Újhegyi? Ez az Újhegyi. De ennek ma neve is van. Újhegyi, de van egy másik fordulóban az Öreghegyi. Úgyhogy... Mondják, hogy nehéz bor, mert nehéz hozzájutni tőle, de hát... Egyébként inni... Elég iható, és egyébként jó. Itt Bócsán én azt gondolom, hogy a legkisebb gyermektől a aggasztjánik, hogyha megkérdezzünk valakit, egy kapásból vágy, vagy ki ő. A maga vidámságával és természetességével és egy ízes búcsi beszédjével mindig ilyen kis ünnepséget varázsol a körülötte lévő emberek köré, és nagyon szeretjük őt is. Sajnos, hogy elég ritkán van ide látogatni a szülőfalujába, de én úgy gondolom, hogy nem rajta múlik, és ha teheti, akkor szívesen jön, és mi szívesen látjuk, hisz számos a múltbeli példa mutatja és igazolja azt, hogy legalábbis én úgy gondolom, hogy ő is azt érzi, hogy az itt élő emberek, akiket ő idézővel mondom, itt hagyott, nagyon szeretik őt és tisztelik és becsülik. Ez a temető megint csak egy olyan színhely a gyerekkoromnak, amelyik eléggé meghatározó, ugyanis a kertünk végében van a gyerekkoromi lakóháza, az itt van. Nem igen látszik ide, mert előtt áll egy másik, de majd a másik oldalon megnézzük. De azért fontos ez, mert lényegében itt végül is úgy összegződik egy közösségnek a történelme, ahogy sehol máshol nem összegződhet. Mögöttem van Katona Mihálynak a síremléke, aki tudva lévően a magyar földrajztudomány megalapítója volt. A Humboldti életművet 20 évvel megelőzte, és magyarul írta. Ez egy döntő dolog, hogy megírhatta volna latinul vagy németül is, akkor esetleg 20 évvel hamarabb a került volna a világ köztudatába mindaz, amit Humboldt aztán megfogalmazott, de ő eredendően azért írt a magyarul, hogy a magyar gyerekek magyarul tanulhassák ezt. Két okból volt fontos az én számomra, amikor megismerkedhettem a munkásságával vagy annak egy részével. Egyrészt az, hogy egy ilyen kis közösségben is lehet egy nagy tudományos munkát megalkotni, tehát a helynek a szelleme az azért valamit jelent, és másik, hogy nem okvetlenül kell egy fővárosi bármilyen bérszobába lakni az embernek, hogy az életművét megcsinálja, hanem lehet egy teljesen más helyzet is. Ugyancsak itt nyugszik Sós Károly Esperes úr, aki viszont a közelebbi időkben már a múlt század 20-as, 30-as éveiben itt szerkesztette Búcson a Református Sion című folyóiratot, és a Párkányi Gondos Nyomdába adták ezt a lapot, és egyetemes magyar református lap volt. De ugyanez a Sós Károly és néhányod magával alapította meg Komáromban a magyar tanítóképzőt az első csehszlovák köztársaság idején, vagyis egy másik olyan ember, aki példaértékű munkát végzett. Nem hiszem, hogy a Kárpát-medencébe 1953-ban valahol is állítottak magyar katonáknak, elesett magyar katonáknak síremléket. Itt ez áll, de van ennek egy kisebb társa is, mégpedig Magyarországon, ahol a balatoni csatában az itteni leventéket megölték az oroszok, miután elfogták, a zámói temetőnek a bal alsó sarkában ott van 7 magyar leventének a síremléke, ami ugyancsak az itteni gyülekezet állíthatott. Úgyhogy ha Fehérvár felé járok, akkor mindig arra kanyarodok.
ugyanis azok a Leventék nekem mind barátaim, meg játszótársaim voltak. Valószínűnek találom, hogy az életem legszebb négy esztendejét itt Komáromba éltem meg. Komáromi diákként persze nem itt bent a városban, hanem kint Gadócon a mezőgazdasági műszaki szakiskolában. Komáromi diák voltam, mikor az első verseim megjelentek az Új Ifjúságban, a Szabad Fölművesben, a Hétben, aztán a Nőben is. És az az iskola, amelynek én akkor diákja voltam, az egy nagyon komoly műhely volt, nem csak a szakma, de a kultúra, az irodalom vonatkozásában is. Kiváló tanáraim voltak, és volt még egy nagyon komoly és nagyon fontos góc, az akkori Magyar Teleti Színháza, a mai Jókai Színháznak az elődje, ahová én már másodikos koromban úgy jártam be, mint ha hazamentem volna, ugyanis alakult ebben a színházban egy írói alkotókör. Ez az írói alkotókör két hetente ülésezett, és a fő programja ennek az volt, hogy általában az akkori Komáromban itt lévő írók, költők az én verseimet elemezték, mert ők nem igen írtak, én meg sok verset írtam akkor. De az igazi hozadék az volt, hogy a színházba ismerkedtem meg a kortárs magyar, itteni magyar írókkal, költőkkel. Itt találkoztam először Tőzsér Árpádnak az egyik legszebb versével, a Férfikor írjőjel. És hát a színház maga mindenképpen az irodalomnak egyféle hordozója volt, és a későbbiek során is mindig nagy szeretettel jártam be ebbe a színházba, mert lényegében az első igazi megmérettetése az irodalomba az én számomra itt kezdődött. Nem csak azért, hogy komáromi diákként publikált, vagy jelentett meg először verseim, hanem itt voltak azok az emberek, akik először azt mondták, hogy ez jó vagy nem jó. Szóval volt egy kiválasztás, egy mérték, ha az akkori, vagy a mostani eszemmel nézve, hát igencsak alacsony mérték volt az, de mégiscsak egyféle mérték volt, ami az igazodni lehetett, és ami az igazítani lehetett azt a munkát, amit akkor itt Komáromba elkezdtem. És hát végül is innen kerültem föl Pozsomba a Szabadfölme szerkesztőségébe, ahol már aztán egy másféle közegbe kerültem, nem csak a riportei, újságírói munka szempontjából, de az irodalomba. Ugye akkor indult el az a gárda, Tőzsér Árpád, Cselényi és ez a csapat, a nyolcak. Én ugyan ebbe az első antológiában nem szerepeltem, de végül is ez a csapat a kortársaim közé tartott, és hát végül megismerkedtem velük, és a későbbiek során Pozsomban és aztán az ország más részében is velük együtt csináltuk meg azt, amit az elmúlt 30 évben az irodalmunkban úgy, ahogy most már történelemmé vált. Valahol itt kezdődött az érdemi munka, ami az írói életemnek egy nagyon fontos részét adta és adja ma is, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a várost ma is. Anyám se tehet róla, hogy megszülettem, meg apám se. Lényegében a szerelem gyermeke vagyok. November hidege ajkon csókolt, így ismertem meg a világot, de nem haragszom érte. Születnek a gyerekek, nem tehetnek róla. Egy ölelésről senki sem tehet. A bomlott ég alatt a lány sírva leborult. Ebből lettem, egy ölelés szép ráadása. November hozott a világra, kimért utamra mezítláb léptem, némán, komolyan, ahogy illik kezdeni az életet. Most szobrot állítanék anyámnak,
de nem vagyok kőfaragó. Így hát csupasz ceruzasorokban örökítem meg virágtestét, mert a betűk is virágok, és a virágok vigyáznak egymásra. Köszönöm anyám a tejet, mely belőled budjant, hogy nőjek. Köszönöm a sorsom, köszönöm a fájdalmakat, azok is szépek, meg az örömöt, anyám. Az örömöt ezerszer köszönöm néked. Azt gondolom, hogy az irodalomban a vers az egy ilyen robbanás, kitörés, mint a tűzhányóé. A próza az egy nehezebben begyulladó, lassabb tűz, de sokkal tovább ízlik, tovább parázslik, és sokkal hosszabb ideig talán melegít is. A regénynek a dimenziója azok másként tágulnak, és nyilvánvaló, hogy a sumavai katonai éveimnek az emlékeit. Hát persze ez csak egy része annak a kerek nagyasszonyban benne van, a többi az máshol másként csapódott le bennem, de ez csak egyik vonulata az ottani valóságnak, ami eléggé groteszk módra sikerült. Annak is szántam, mert végül is a nem szeretem része van benne a katonai időnek. Egy kényszer állapot, amikor az ember nem a saját akarata szerint cselekszik, hanem mindent előre megterveznek a számára, kicentiznek milliméterekre, időre, másodpercekre, amit el kell végezni, és azt is, hogy hogyan kell elvégeznie. Janovicének az egy kisváros volt, még egy vár is volt ott a tetejére. A kellős közepén volt egy vendégfogadó, és az volt neki neve, hogy Kulatá bába, vagyis Kerek asszony. Kerek, kövér nő, vagy valami, és hát ugye az én stílus érzékembe lefordítva magyarra az a kerek nagyasszony jelentette, és én ebben fogadóban sok mindent megétem, izgalmas dolgot, a regényben benne vannak, nem érdemes elmesélni, mert ez csak egyetlen része, egy pici része az én írói munkámnak. Én ott is civilként akartam élni, hogy minden hónapban egyszer mentem el kimenőre, akkor a pincérnek adtam 10 koronát, hogy terítsen nekem fehér abroszt, akkor ettem előételt, levest, főételt, és kértem mindig egy üveg szovjet pezsgőt, akkor 30 koronába került, 36-ba. Az én zsoldom akkor 80 korona volt, hogy egy ilyen vacsorát meg tudtam csinálni. Az egészben az volt az abszurdum, hogy ugyanebbe a vendéglőbe járt az egész tisztikar, akik mind virslitre vacsoráztak, sörrel és rummal. Úgyhogy gondom is volt belőle, mert néhányszor nagyon komolyan az ezred parancsnokom is megszidott, hogy a tisztikarnak az erkölcsét azzal rombolom, hogy én itt pezsgős vacsorákot tartom. Megtörhetett volna az például, hogy nem engednek el kimenőre emiatt. De volt egy egyességem a zászlói parancsnokommal, ugyanis ő rájött arra, hogy én azért, hogy mondjam, a gondolkodó emberek közé tartozok, és nagyon komolyan felhasználta ezt különböző plakátok, meg jelszavak készítésére. Egy cseh festőművész is volt még az ászlóhajban, ő festette a plakátokat, én a szöveget egész jól megtanultam még betűköt is festeni mellette, megtanított. Volt még egy nagyon komolyabb affér is, ami egy éleslövészeti gyakorlaton történt, amikor is, ma se tudom megmondani, betétcsővel lőttünk. Na most ezt tudni kell, hogy betétső az egy, ami befér az ágyú töltetébe, egy ilyen 20 mm-es páncélozott golyóval lőttünk, és az a elképesztő abszurditás történt meg, hogy a csőben a golyó valahogy megfordult, és az kiukasztotta a tank ágyújának a csővét kb. 10 centire azt a páncélt. Úgy állt ki, mint egy céltávcső, célpont lenne. Ugye ez egy igen nagy baj volt, és az egész mindenségért ugye a parancsnok volt a felelős, és jöttek kivizsgálni az esetet, hogy történt meg, és nem volt semmi ötletük. Na most egy lőtér, aki ismeri egy tankodromot, hogy néz az ki,
ugye az teli van gödrökkel, pocsolyákkal, kövekkel, hal, minden van ott, ami elképzelhető. És aztán, amikor ott tanácskoztak, én mondtam a Fischer kapitánynak, hogy volna egy ötletem, hogy micsoda, mondom, próbálnánk ki azt, hogy végigmegyünk az úton, amit lőttünk, hogy esetleg nem kerültél valami a csőbe, valami homok, vagy valami darab, amitől eltérítette a lövedéket. Hú, hogy próbáljuk meg, és végül is nekem jó csapatom volt, két magyar gyerek is volt a tankban, az egyik egy mozdonvezető, Muzsláról. Mondtam neki, hogy hát most úgy menjünk ezzel az ágyú, vagy szedje tele magát mindenféle kavicsal, kővel. Mikor visszajöttünk, ugye kiderült, hogy a tankodromon olyan helyzet van, hogy az ágyú csövébe bekerülhetett menet közben valami, ami a golyót elterítette. És hát ezt végül is elfogadták úgy, hogy nem lett belőle komolyabb ügy, csak az ágyút kellett kicserélni. Úgyhogy ez lett a vége neki, és ez komoly tekintéllyel járt, úgyhogy hogy a Fischer kapitányhoz, ha mentem, hogy ki most ki akarok menni egy hétvégén, akkor nem volt ellenvetése. Az egésznek most már, hogy ezt a szakaszát befejezem, az volt a lényeg, hogy végül is visszakerültem a Szabadfaja szerkesztőségébe, és riporteri státuszba kerültem 62. januárjától, és onnantól kezdve volt egy olyan 10 év az életemben Pozsonyban, meg Szencen, mert azt mikor megnősültem, akkor aztán Szencre kerültem, de csak az rövid ideig tartott a szenci. Ott lét talán 3 évet vagy mennyit, mert aztán Kassára jöttem. De a lényeg az, hogy a 62-től 68-69-ig számító évek, ezek voltak az irodalomban nekem az igazi alapozás évei. Egyszerűen akkor jutottam hozzá a kortárs magyar irodalomhoz. Veres Sándorhoz, Nagy Lászlóhoz, Ijjés Gyulához, Veres Péterhez, Déri Tiborhoz, mert korábban ezek írók, ezek ismeretlenek voltak a számomra. De az itthoniak is ismeretlenek voltak a számomra, hogy végül is az, hogy a 60-as évek közepére úgy, hogy birtokon belül kerültem, hogy az ottaniak is megismerték azt, amit én csinálok. Én is megismertem az ő munkájukat. Együtt jártunk riportokra, Tőzsérrel, többiekkel. Az, hogy első alkalommal elmentünk a Bodrog közbe író-olvasó találkozó, vagy fölolvasó körutakra. Ezek mind olyan fontos mozzanatai voltak, mert végül is egymásnak a munkáit is néztük, olvastuk. Én a rövid prózát műveltem, tehát novellás köteteim jelentek meg, az első osztályú magány, meg a Fekete Ménes, meg a többiek. Úgyhogy a regényeket én később kezdtem írni. Nem, 3 regényt írtam összesen, meg van egy fébe maradt, amit valamikor a 70-es évek elkezdtem. Volt egy terve, hogy írok egy trilógiát, de nem lett belőle semmi. Rájöttem arra, hogy ilyen nagyobb konstrukciók valahogy nekem nem működnek. Nem tudok akkora konstrukciókba dolgozni, lehet, hogy ez alkati kérdés, hogy nem megy. És tényleg a leghosszabb regényem is összesen 150 oldal. Írtam már a tanulmányokat, kritikákat, eszéket a színházról. Én élveztem ezt az egész teljességet, amit művelhettem. Most az más kérdés, hogy milyen szinten sikerült ezt megvalósítani. De a leggyengébb írásomot is nyugodtan vállalom a legjobb mellé, mert ennélkül az se lett volna meg. Az idén megjelenik az 50. kötetem is. Na most ezek számok, ezek az irodalom szempontjából nem sokat jelentenek, mert ezek statisztikai adatok. Úgy érzem, hogy azt az önmagamra vállalt valóságot, ami az akkori Csehszlovákia magyarság volt, vagy most utána, hogy szétment az ország a szlovákia magyar valóság volt, annak valamit visszatudtam adni abból, amit egy közösségtől kap. Ez egy nagyon fontos dolog volt számomra, és ma is fontos, mert végül is az egy ember élete, munkája az egy teljessé válik, és itt mostan ugye nekem az íráson túl azért voltak más egyéb társadalmi elkötelezettségeim is ebben a világban, hogy ami a csemadokban, ami
a tokai írótábor, ami az anyanyelvi konferencia, ami a rendszerváltásnál az együttélésnek az megalapítása, és sok minden más még, amit az író ember számára nem kötelező vállalni, de én akkor úgy véltem, és ha most már így egyre kevésbé, de akkor az volt az egyik legfontosabb gondolatom, hogy jelen kell lenni ott, ahol történnek valami a mi világunkban. Na most ennek a jelenlétnek az volt az egyik hozadék, hogy tényleg sokszor és sok helyen döntenem is kellett bizonyos dolgokba és fontos dolgokba, de hogy ezeknek a dokumentumai megmaradtak. Amikor 69-70-ben megalakítottuk a Thália Színházat, ami miatt Kassára jöttem, az egy fontos döntés volt az életemben, és egy pillanatra se bántam meg, hogy vállaltam, pedig ugye ráment egy házasságom egyebek mellett. De az, hogy a színház megvan, van egy olyan intézménye a szlovákiai magyarságnak, ami korábban nem létezett. Azt, hogy megírtam ennek a történet is. Az, hogy megalapítottuk a rendszerváltás pillanataiban a Keleti Naplót. 40 évig Kassán nem volt magyar lap. Ezt én 5-6 évig szerkeszthettem, amíg ugye a Mecsiár Gárda tílója el nem metszette a lehetőséget. De ennek a dokumentás megmaradt, és az idén megjelenik a Keleti Napló megalapításának, az egész történetének a dokumentuma együtt a Madács kiadóba. Ugyanúgy megírtam azt a 40 évet, amit a Csemadokban dolgoztam különböző tisztségekbe. Ezek ott vannak a Csemadokról írt könyvemben, a Szövetség kötetben. Itt egy teljes emberi életműről van szó, amiben a vers, a próza, de a közéleti vállalások is ugyanúgy beletartoznak, mint az irodalom. Én mindig kinti embernek éreztem magamot, semmilyen városban igaziból nem tudtam otthon lenni, élni lehetett, de nem éreztem magamot igazán otthon, és ezért ezelőtt vagy 15-20 évvel úgy döntöttem, hogy Kassáról valahova elköltözök vidékre. És itt ez a Csereháti térség nekem igen megtetszett, mert kicsit hasonlít az otthoni valósághoz, bár a Kanyapta nem a Duna, és Buzita nem Búcs, de akkor is egy olyan magyar közösségbe találtam itt otthonra, amelyikben jó érzem magamot, ahova befogadtak, legalábbis úgy érzem, és most már úgy 15 esztendeje több, kevesebb időt azért itt töltök, hogy azért már van, aki előre köszön. Itt egyféle békesség van. Ez a Csereháti dombság, ahol már közel 30 esztendeje vadászok, az egyik kedvenc helyem. Nem csak azért, mert vad is van, hanem azért is, mert ezek a dombok és ezek az erdők az embernek nyugalmat adnak, és a nyugalom mellett lehetőséget arra is, hogy végig gondoljon akár egy regényt is egy délután vagy egy este. Persze ezeket az ember úgy nagyjából mindig elfelejti, soha nem írja meg, de azért jó, hogy elmondhatja, vagy elmondja magának. És ezt az egész szépséget nekem, és nem csak ezt a részt, de mindazt, ami a természetben igazán fontos, én ezt apámnak és a vadászatnak köszönhetem, viszont mert hogy valamikor az 50-es évek elején otthon a Dunánál ő vitt engem először ki vadkacsázni, vadlibázni, és más egyéb vadra vadászni, ami otthon volt. És ez a természet élményem nyilvánvalóan jelen van az irodalomban is, az írás műveimben is. Egyszerűen azért, mert én nem úgy járom az erdőt és ezt a tájat, mint hogyha csak kiránduló volnék, hanem azzal, hogy én itt ismerek minden fát, minden bokrot, a nevét is tudom, azt, hogy mikor virágzik, mikor terem, és azt is, hogy milyen vad fogyasztja ezeknek a fáknak a termését. Törvényszerű, hogy minden olyan élmény, ami bennem a természet és az idővel valamilyen módon összefügg, az írásaimban is valamilyen módon megjelenik, akár egy tájleírásban, akár egy belső monológban,
vagy mindabban, ami ebből az ember számára valamilyen módon értékké válhat. Éppen mostanában kezdtem hozzá a vadász élménynek a megírásához, és megpróbálom mindezt ebben a kötetben összefogni, megfogalmazni. Szóval ez nem egy olyan vadászkönyv lesz, amelyikben csak lövöldöznek, hanem olyan, amelyiknek az alapja pontosan ez a kettős egy. A természet ismerete és ebből következően az időnek az ismerete, vagy a kettőnek az összefüggése. Nem tudom, milyenre sikerül, de szeretném nagyon jól megírni. Az az igazság, hogy volt idő, amikor a fegyver mellett a nyakamban még általában két fényképezőgép is volt. Nagyon sokat fotóztam vadakat. Nagyon nehéz, nehezebb, mint a vadászat, mert itt a fénnyel is gond van, nem csak az idővel. És hál' Istennek sikerült olyan fölvételeket készítenem, amelyek esetleg ma már nem is igen készíthetők, vannak túzokokról, fogoly csapatokról vannak fölvételeim, színesek is, és ebbe a könyvbe, amit készítek, ezeket a fényképeket és ezeket a fotókat is szeretném felhasználni. De még egy más érdekességet is szeretnék megcsinálni, ugyanis én a vadakat főzöm is, tehát rengeteg féle vadreceptet ismerek, gasztronómiai érdekessége is lesz neki. Olyan recepteket is tudok, amelyek ma már nosztalgia receptnek számíthatók, mert olyan vadakból készülnek, amire ma már nem szabad vadászni. A hími tavaknak a vadász legendája az csodálatos valami. Ez egy mesterséges tórendszer. Nem is tudom, miért mondjuk többet számba, de ez egy vadkacsa paradicsom. Amikor ezelőtt néhány évtizeddel először ide kerültem, és ennek a társadnak lettem a tagja, itt kezdtem ezen a tavon a vadkacsa vadászatot, akkor még évente 3-4 ezer kacsa repült esténként fel erről a tóról. De a nádasaiban fácán, róka, olykor vaddisznó, de még szarvasok is előfordulnak, főleg nyári időben, mikor akkora takarás a határból, hogy a hegyekről vagy az erdőkből lejönnek, mert az élelem azért itt van lent, és szeretnek is ott lenni. Nagyon izgalmas kalandjaim voltak én nekem ezzel a tóval kapcsolatban, mikor még nem ismertem a természetét. Emlékszem, egy este kijöttem vadkacsázni, amikor már a halászok engedték le a vizet. És rengeteg vadkacsa szállt, és én elindultam befelé a tóba. Nem tudtam azt, hogy körülbelül fél méteres iszabba megyek bele. Először az egyik gumicsizmám ment le, mikor azt kiszedtem, addigra lement a másik gumicsizmám is, aztán az okniaim is, és egy rossz mozdulattal úgy elcsúsztam, hogy a puskámmal együtt bele borultam az iszabba, persze, hogy a sörétes element iszappal használatlanná vált, és hogy ültem ebben az iszabba, ezrével jöttek a vadkacsák is, meg egy nagy-nagy vadlúcsapat is odaszálltak körém, mintha nem is léteztem volna, ott zsinatoltak, beszélgettek, és az egészben aztán az volt a döbbenetes, hogy ugye ez az iszap ez eléggé illatos valami. Otthon a 12. emelet egy hétig mostam a ruhákot, még kiment belőle ennek az iszapnak és a posvánnak a szaga. De nem ez az izgalmas és érdekes benne, hanem az, hogy ezek a tavak azért megkövetelik a magukét az embertől, hogy tisztelje őket, hogyha már oda megyünk zsákmányt szerezni, vadászni. Úgyhogy én megtanultam ebben a tórendszerben járni, úgyhogy többet nem maradjon ott a csizmám, és többet én sem maradjak ott, és hogyha esetleg egy-egy vadkacsapár arra repül, akkor eltaláljam, vagy hát inkább manapság már inkább hagyjam meg őket, hogy éljenek és szaporodjanak. Most már az utóbbi években ugyan nagyon ritkán jövök be Kassára, csak akkor, hogyha valami fontos dolog történik, akár egy színházi bemutató, vagy
képzőművészeti bemutató, esetleg más egyéb olyan, ami engem érdekel. Ezen túl, ami az én személyes élményem és emlékem és történetem erről a városról, az lényegében ebben a szobában, ahol most ülünk, meg a másik kettőben itt zajlott. Ebben a szobában legalább 25 könyvet írtam. Biztos, hogy legalább 25 könyvet írtam. És az Isten tudja hány riportot meg cikket a hét szerkesztőjeként. Itt volt a szerkesztőségem. Egyedül voltam, magamnak szabtam meg a mindennapos munkát. És bár eredendően lust ember vagyok, azért a délelőttjeimet itt töltöttem ennél az íróasztalnál, mert egyedül voltam. Gyerekek iskolába, feleségem dolgozott, és én itt bizony minden délelőtt 3-4 óra hosszát írtam. Ha nem voltam úton. Ez a nagyon fontos 20 esztendő volt az életemben, és amellett persze ez frázisnak tűnik, de rengeteget tanultam. Én nagyon szeretek még mindig olvasni, abban az időben általában naponta minimum 3-4 órát olvastam még, ami úgy kell érteni, hogy ceruzával olvastam. Leginkább esztétikai, filozófiai, közéleti természetű munkákat, és hát szép irodalmat is, és verset is. És akkor még olcsó volt a könyv, úgyhogy viszonylag könnyen hozzájutottam azokhoz a könyvekhez a kassai magyar könyvesboltba, amelyek érdekeltek. Így például néhány év alatt szinte az egész klasszikus magyar irodalom ide vándorolt a könyvtáramba, ami most éppen nem itt van, hanem most már Buzitán, a magyar irodalomnak a várja, hogy is hívták ezt a sorozatot? Magyar Irodalom gyöngyszemei, bibliofil kiadás, több mint 100 kötetem van belőle. Én nem tudom még csak elképzelni se azt, hogy a verset ne kézzel írja az ember, vagy egyáltalán bármit is egyenesen gépbe írjon, vagy akár most már számítógépben is. Én bennem az elmúlt évtizedek során kialakult egy módszer, de nem módszer ez inkább, hanem valami olyan munka folyamat, ami abból áll, hogy én mindent, ha verset, ha prózát, riportot, egy bármit, én mindent kézzel írok. Lehet, hogy ez a mai világban egy ilyen manufaktúrának tűnhet, de éreznem kell a tollat a kezemben, vagy a ceruzát, éreznem kell a papírt, látnom kell, ahogy egy betű, betű után egymásba szerveződik, és aztán kialakult, eznek kell egy belső ellenőrző és rendszere, de kialakult egy arányérzék is. Én elég apró betűkkel írok, és egy noteszlapénnál a máltalában egy flekket jelentett, egy gépelt oldalt, ami tudod, az 30 sor, 60 koppintása. Nagyon szeretem a jóíró tollakot, vagy a jó ceruzát, a puha ceruzákat. Ugye az ember sokat ír, akkor elfárad a keze, de hogyha olyan tolla, olyan ceruzája van, ami jó halad a papíron, azzal az írásnak, az embernek a kedve is jobb az íráshoz. Mint ahogy mindenki szerintem becsüli a maga szerszámait, amelyikkel dolgozik, a kapát, kaszát, vagy vésőt, kinek mi a munkája. Úgyhogy én mindent kézzel írtam, és ezután is úgy hiszem, hogy kézzel írok. Van például egy tollam, amit ezelőtt, vagy valamikor a 80-as évek elején kaptam, nagyon jó toll. Például a naplómat azzal írom egy végtébe. A naplót általában azt este írom már, amikor úgy a nagyjából a nap odáig ért, hogy érdemes vele foglalkozni. De vannak kihagyásaim is, mert estére elfáradok, de az is megtörténik, hogy hát nincs, úgy érzem, hogy nincs mit a naplóba írni. Persze ez a nincs mit odaírni is olyasmi, amit érdemes volna leírni, mert azt nem lehet sohasem tudni, hogy tényleg fontos valami, vagy kevésbé fontos, hogy le kell írni, hogy megmaradjon, vagy el kell hagyni. Egy biztos, hogy amit nem írok le, az előbb-utóbb elvész. Végül is az én módszerem, ami hosszú éveken keresztül alakult ki, az abban áll, hogy ugye leírok kézzel egy szöveget, közben javítok. Gyorsan, ahogy írom. Amikor befejeztem az írást, akkor újra elolvasom, az a második kontroll, akkor is javítom még a szöveget. Azután
még akkor nem volt számítógép, meg nekem nem is volt számítógépem, most már van, meg tudok is rajta így dolgozni. Akkor ezt az egész szöveget beírtam gépbe, de még gépelés közben is még, ez volt a harmadik kontroll, javítottam rajta. Mikor legépeltem az egész szöveget, amit délelőtt írtam, akkor még egyszer elolvastam, és még a gépelt szöveget is javítottam. Na most, ami akkor se volt jó, akkor annak befellegzett. Na most, ugye, hogyha az ember egy verses kötetet készít, akkor az éveken keresztül megy, mert ugye a vers az vagy van, vagy nincs. Jobb, ha van, mintha nincs, mert valamikor azt írtam a naplomba, hogy ma nem írtam verset, ma nem is éltem. Vagyis azt jelentette a vers, hogy a vers jelentette a folyamatát az életemnek, vagy az életemnek a részévé vált. Hogyha csak egy-két vers volt az ember, amikor kész volt vele, és úgy találta, hogy az már érdemes arra, hogy megérett arra, hogy megy, akkor valamelyik labba a hétbe, vagy az irodalmi szemlébe elpostáztam, aztán a fiúkot besorolták valamelyik számba, amelyikbe vers kellett. Tudod, az én tudatomban ezek a versek, vagy ezek a szonettek egyféle belső ritmusban, zenében együtt voltak, nyilvánvalóan. Na most, hogyha ezt valaki más olvassa, és a saját ritmus élményeit, vagy a zenei élményét hozzárakja, akkor sok minden úgy változik meg, hogy abban a pillanatban, amikor először hallja az ember, akkor olyan idegenszerű valami, mintha nem is az enyém lenne. A Korzár, a Zsapka Nandi gyerekfiai, akiben a Nandi osztálytársam volt Komáromban, és egy nagyon jó nótás gyerek volt, jó hallású fiú volt. Az ő fiai, a Korzár együttes, meg hát az egész család, ők több versemet megzenésítették, és hát idővel úgy nagyjából hozzáidabult az én fülem is, hogy hát jó, ezt ők tették hozzá, ez az ő, az a ráadás, amit ők ezekhez a versekhez hozzá tudnak adni, és úgy hozzászoktam ahhoz, hogy most már elég sok megzenésített versem van, és nem csak itt, hanem Magyarországon is többet megzenésítettek. Szökik már az este, öltöztes, vetkőztes virág szép szemedben. Számtalan esetben megtörtént már a visszaigazolás, amikor a zenénk hallatára kezdtek el foglalkozni költőkkel. Az anyaországban, Magyarországon nagyon sokan művelik ezt a műfajt. Itt Szlovákiában is számos képviselője van ennek a műfajnak, és azért a hazai költőket, a szlovákiai-magyar költőket, ezek az együttesek próbálják szintén közelebb hozni a közönséghez, próbálják őket megénekelni. Az emberek szeretete, a közönség szeretete óriási, és nagyon jó ilyen körülmények között zenélni, és sokkal felszabadultabban is, és sokkal többet lehet, én úgy érzem, átadni olyan közönségnek, amely nyitott arra, és szívesen hallgatja azt, amit próbálunk átadni üzenetként. Nyilvánvaló, hogy egy idő után ezeket a dolgot az embernek meg kell tanulnia, elviselni is, még ha rossz, akkor is, ha meg szép, és tényleg olyan, hogy valamit emel azon a szövegen, amit én írtam, melódiában, ritmusában, meg úgy általában, akkor nyilvánvaló, hogy ez részévé válik a kultúránknak is. Ezt én helyesnek tartom, jónak is találom. Egyrészt azért, mert tényleg vannak jó muzsikák, amit ezekre a versekre komponáltak. Másrészt meg hát azért az sem mindegy, hogy Isten tudja, hányan éneklik ezeket a verseket most már így. Szóval valamilyen módon, amiről az előbb beszéltem, úgy kerülnek tovább egy más esztétikai szinten és egy más közegbe, amelyik az általánosba fordul át. És ebbe én már nem tudok beleszólni, nem is akarok. Örülök, hogy van, örülök, hogy mondják és csinálják. Ezt valahogy természetesnek kell találni az embernek, hogy ha van, aki verset ír, van, aki zenét ír hozzá, és van, aki még el is énekli, akkor ez egy hármas egységgé válik, ami úgy gondolom, hogy valamilyen haszonnal jár. Ezt a honnan, hová ívet végig fölött járni, legalább gondolatba is, hát a
az én novelláim, vagy a kötetekben azért úgy ez kirajzolódott később már, amikor jobban megtanultam szerkeszteni meg a novellának a belső törvényeit is, legalábbis annak a novellának a belső törvényeit, amelyet én magamnak kialakítottam, azok már úgy nagyjából működtek. Az idősíkoknak a megváltoztatása, vagy egymásba tolása, vagy a versben az a függőleges hullámzás, amit az otthonról hozott népdaloknak a belső ritmikája, a képisége adott, és bennem volt, és az alakult át az én munkámmá, az én költészetemmé. Úgyhogy ez egy borzasztóan összetett folyamat, és tudod, az a csoda benne, hogy ezt nem lehet tanulni. Erre nincs recept, erre nincs definíció, ahány, annyiféle, mindenki másként csinálja, és máskor van, aki volt idő, amikor éjszaka dolgoztam. Volt, amikor cigaretta körülött ahhoz, azt hittem, hogy csak úgy megy az írás. Aztán kiderült, hogy cigaretta nélkül is tudok, hogy délelőtt is tudok írni, mert végül is kiderült, hogy a délelőttök a legjobbak, mert akkor az ember legkipihentebb, vagy legjobban kipihent. De hát az élet azt úgy alakította, hogy nem is volt más megoldás, mert ugye ha a gyerekek itt voltak este, akkor ott nem lehetett dolgozni, velük kellett foglalkozni, és igyekeztem is velük foglalkozni, mert az volt itt a módszerünk, hogy folyamatosan egy mesét mondtam minden este, ami arról szólt, hogy volt egy kislánka, és ugye az egész nap valamit megtett, és hogyha ez a mese nem volt, akkor a baj támadt abból. Hát így lett a meg a hétpettyes házikó is, hogy ez folyamatában az Éva lányon, még 12 éves korában is este megsélni kellett, és kötelezően nem volt kitérő, ha itthon voltam. A Sándor az már nem kívánta annyira, de azért hosszú ideig neki is mesélni kellett, úgy 10 éves koráig, aztán ő már férfi lett, akkor már ő neki már nem volt mit az, hogy mese. Volt idő, amikor el sem mertem képzelni azt, hogy valamikor az, amit én megírtam, egy életmű sorozattá sűrűsödött össze. Ez egy olyan összefoglalás, ami valamilyen módon az embert állandóan arra sarkalja, hogy bizonyos szellem és testi kondíciót megtartsak, hogy ezt el tudjam végezni. És itten vannak azok az egészen különleges helyzetek és pontok, amikor az embernek döntenie kell, hogy ezt még vállalom, vagy már nem tudom vállalni. De vállalni kell, mert egyébként elvész. És ami elvész, az nem csak az én számomra vészel, hanem a többiek számára is. Persze azért nem vagyok egészen biztos, hogy ma már ez annyira fontos. Ugyanis többször eljutok egészen odáig, hogy már írni se fontos, mert kinek kell. De ezek olyan állapotok, amikor az ember nemhogy meghasonlik önmagával, hanem mondjuk egy olyan helyzetbe kerül, amikor nem érzi azt, hogy szükség van még másoknak is rá. Egészen odáig, amíg az embernek a keze mozdul, amíg az értelme képes összefoglalni egy tőmondatot, amíg ezt le is tudja írni, vagyis a szépség tudása dönti el végül is, hogy ezt vállalja az ember, és csinálja tovább. Számomra ezek azok az alappillérek, az idő, a tér, a természetnek a belső törvénye és mozgásai, ami ezt az egészet teljesíteszik. Nem is akarom, hogy másként legyen.